Szervusztok, kedves hallgatók, önkényes mérvadó Magyar Dáviddal, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Úgy tűnik, hogy kiderült, hogy mikorra rendezhetünk és tűzhetünk ki legközelebb olimpiát. Nagyon felhúsosodtunk itt a jólét és legjobb gazdasági helyzet közepette. Ha ez és bármi máshoz hozzáfűzni valótok van, akkor 0630 011 0725 itt értek el bennünket szöveges üzenetekkel. Füriyes Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint Budapest most még alkalmasabb egy olimpia megrendezésére, mint korábban, de leszögezte, hogy a 2036-os játékok megrendezéséről a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Budapest városának kell döntenie. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, amikor az olimpia szervezéséről döntés volt és a pályázatra készültünk, akkor egyesek politikai tőkét gondoltak abból kovácsolni, hogy megfúrják a budapesti olimpia ötletét. A politikus arra utalt, hogy Budapest a 2024-es olimpia rendezési jogára pályázó városok között volt 2017-ben, de a Momentum mozgalom 270 ezer a játékokat ellenző aláírás gyűjtött össze a Nolimpia kampánnyal, és ezek után a főváros visszalépett. Ezzel együtt módosulhat a 2024. decemberi magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda EB eredeti lebonyolítási terve. Méghozzá úgy, hogy a magyar fél visszalép a rendezéstől. Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es EB-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt. A kézilabda EB ezekben az időkben luxuscikk, fogalmazott Kocsis. Milyen apróság ez egy olimpia rendezéshez képest egy kézilabda EB? Ezen most gyorsan megfigyeljük, hogy azért nem minden körülmény alkalmas arra, hogy egy nemzetközi sportrendezvényt megrendezzünk, hogy aztán 12-13 év múlva majd lehessen, vagy egyáltalán előre lehessen erről beszélni. Egyébként én pozitívumnak látom a diófa ültetéshez hasonlóan, hogy most valami olyan fába vágták a fejszéjüket, aminek a létrejöttét néhányan már nem élhetik meg, már mint politikai aktorok. Ez tényleg mire mondod? Hát, hogy 2036-ról beszélgetünk. Ja. Ez azért az nemhogy egy vezetés, meg egy ország elitje szempontjából, de az emberi életnek a tartósága szempontjából is az annyira messze van, hogy itt tényleg arról van szó, hogy most az unokáinknak akarunk ültetni valamit, vagy nem? Hát igen, vagy az ő jövőjüket akarjuk ellopni. Én az olimpiával úgy vagyok, hogy én imádnám, ha Magyarország olimpiát rendezne, az biztos, hogy egy fantasztikus dolog, tényleg egy nagy karnevál, rengeteg turista, megy a jó hírünk a világban, biztos, hogy ez tök jó dolog. Mint ahogy azt is imádnám egyébként, ha a születésnapomon mondjuk egymillióba kerülő tűzijátékot tudnék prezentálni magamnak, hogy élvezzem, azt is imádnám, ha el tudnék menni a csajommal egy világkörüli útra, egy hónapot Új-Zélandon, egyet Kanadában tölteni, úgy tudjátok, de nem tehetem meg, nem fér bele a büdzsémbe. Szóval bármennyire is imádnám, az ember leül, figyelj, elmegyünk világkörüli útra, számolunk, hát nem, mert nem tudjuk kifizetni, vagy ha ki tudjuk fizetni, eladósodunk, és akkor az nem lesz jó. És én az olimpiával úgy vagyok, hogy megnéztem, hogy milyen költségvetései szoktak lenni az olimpiáknak, egyébként akárhány cikket vissza lehet olvasni az elmúlt 10-20 évből, mindegyik arról szól, hogy botrányosan sokkal többe kerül az adott aktuális olimpia, mint amennyit bejelentettek a tervezéskor. Jellemzően 2-3-4-5-szörös drágulás van. Most a 2024-es párizsi olimpiára azt mondják, az egy ilyen durván, mit tudom, 40%-kal fog drágulni, tehát ilyen 6,8 milliárd euró helyett 10 lesz. A tokiói olimpia az 12 helyett 20 milliárd dollár lett, a riói olimpia 13 milliárd, a pekingi az volt brutális, az 44-50 milliárd dollár körül, tehát ilyen felfoghatatlan összeg. De ott terem a pénztermőfa, tudod. Jó, teljesen más, persze, hát Kína az teljesen más. Az, meg egyébként is vannak azok a nemzetek, vagy azok az országok, akik így prezentálják a világ előtt, hogy ők igen. Mert Magyarország nem az a súlycsoport. És emlékezzünk Atén, mármint a Görögországra, az aténi olimpiára, abba roppantak bele konkrétan, tehát amit utána láttunk, amikor a fél világ rajtuk röhögött, hogy milyen nyomorultak, az nagyjából annak volt köszönhető, hogy eladósodtak az olimpiával. És most azt lehet mondani, hogy jó, akkor nézzük, hogy az átlag ár legyen egy ilyen, mit tudom én, 8 milliárd euró, vagy legyen 10, ezt kerek, számoljunk ezzel.
Hát az 4 billió forint, bocsánat. Szóval azért az értitek, hogy mekkora nagyságrend. Hogy hát, az hogy hányszorosa pénz. Annak az összegnek, amin megy a vitatkozás és a kézilabda EB ehhez képest meg semmi. Hát persze. Ez az egyik. A másik meg, hogy ugye mindig az van, azért nagyon keményen beleszoktak állni ebbe bizonyos érdekkörök, hogy azt mégis milyen jó, és akkor tolják mindenhol a propagandát, hogy olimpia így, olimpia úgy. És hát jellemzően azt ki lehet szúrni, hogy kinek éri meg egy ilyen, annak éri meg, aki betonnal dolgozik, tehát aki infrastruktúrát épít, ugye ezek a nagy halak, és miért jó ez nekik? Nem csak azért, mert megint egy olyan szinten van a megrendelés, aminél nem lehet tudni, hogy most konkrétan mi az árazása egy olimpiai stadionnak. Tudjátok, ez nem olyan, mint a kiló kenyér meg a liter benzin, ennek tudod az árát, de amikor ilyen dolgokról beszélünk, azt nem lehet tudni. Tehát ott már eleve vastagan fog a ceruza, de amikor még határidő is sürgeti az embert, és az van, hogy még csak félkész a stadion, de 2 hónap múlva olimpia van, hoppá, bele kell húzni, és akkor azt lehet mondani, hogy jó, hát akkor még kell 100 milliárd forint, mert különben nem lesz kész. És akkor mindenki odaadja azt a 100 milliárdot, mert a világ előtt beégni nem szeretnénk. Tehát olyankor számolatlanul lehet még lopni. Nekem nagyon fájdalmas Kocsis Mátét, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét az álomgyilkosok sorában látni. Én azt gondoltam, hogy Kocsis Máté ennek a nemzetnek a felvirágzásáért dolgozik. Én azt gondoltam, hogy a kézilabda az fontos. Fontos nekünk, fontosak a lányok, az ő teljesítményük. Mi büszkék akarunk lenni rájuk. Vendégül akarjuk látni a világ női kézilabda elitjét. És erre jön Kocsis Máté, ennek a szövetségnek az elnöke, Orbán Viktor nem tudta, hogy kire bízza. És kiderül Kocsis Mátéről, hogy nem fontosak neki a lányok. Kiderül Kocsis Mátéról, hogy Kocsis Máté álomgyilkos. Úgy fogalmaz, nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es EB-re. A kézilabda EB ezekben az időkben luxus cikk. Hát miben különbözik ez attól, mint amit a Nolimpia kampány keretében a Momentum előadott 270 ezer budapestit meggyőzve erről. Arról, hogy nekik az rossz, ha Budapest egy kicsit nagyszerűbb lesz, ha egy álom megvalósul. A magyarok álma, a budapestiek álma, a keresztény magyarok álma, a hazafias magyarok álma, a nemzeti oldal álma, ennek az országnak vannak nagyra törő tervei önmagával. És tudod, Szijjártó Péter, amikor azt mondja, hogy egyesek politikai tőkét gondoltak abból kovácsolni, hogy megfúrják a budapesti olimpia ötletét. Hát ezektől a Brüsszelben, meg Washingtonban pallírozódott, tudjuk kiktől, nem is várhatunk mást. Tőlük ezt vártuk. Tulajdonképpen ezek ők. A zsigereikben van a hazaárulás. Hazaárulás csordogál az ereikben. De Kocsis Máté, hát mi más ez, hogyha nem Orbán Viktornak és ennek a nemzetnek a hátba döfése? Egy puskísérlet. Hát Kocsis Mátéra bíztuk rá azt, hogy megrendezze ezt a női kézilabda EB-t. És ő ezt lemondja. Tudod, mert amikor a liberális hordák fúrják meg a nemzetnek a terveit, akkor arra azt mondjuk, hogy ez a régi szabadságharc, tudod, kurucok és labancok között. Ezt értjük, ezt ismerjük, tudjuk, melyik oldalon állunk. De amikor a kurucok közt üti fel a fejét egy labanc, az a labanc, akiről utoljára gondoltuk volna, akinek Orbán Viktor személyesen adta a kezébe a magyar kézilabdát. Szerintem az a problémája, hogy nem non-bináris szerkezetű ez, hogy azt mondjuk, hogy, vagy hát pont, hogy bináris szerkezetű az, hogy azt mondjuk, hogy női. És olvasta a tegnapi Brit Awards fejleményeket. Én nem tudom, hogy ez most akkor hogy van. Mit akar a nemzet? Mert ha a nemzet 2036-ban olimpiát akar rendezni, akkor miért nem akar 24-ben kézilabda EB-t rendezni? Hát itt az a helyzet,
ebben, hogy ő azt mondja, hogy ezek most nem olyan idők. Tehát arra céloz vele, hogy ez ugye ez pénzkidobás lenne, nem mondja így, de ezt jelenti. Csak én azt nem értem, hogy eddig mindig azzal kampányoltak az olimpia mellett is például, meg az összes ilyen nagy világesemény, vagy nagy rendezvény, nagy sportesemény mellett, például az úszó, vagy a vizes VB, meg az atlétikai VB, mindig azzal kampányoltak, hogy nagyon sokba kerül, viszont ide jön rengeteg sok ember, és rengeteg sok pénzt itt elkölt, és ez nekünk egy pluszt hoz, és ez felpörgeti a GDP-t, és nekünk ez profit lesz. Na most nem értem, hogy akkor a kézilabda EB az nem hoz profitot? Vagy ez most hogy van? Mert hogy sokba kerül, értjük, de hát Máté, ezért nem szabad lemondani, hiszen jön a haszon, tudod, ömlik ránk az euró. Én ezt nem értem. A rendszer az egyik torkából ezt mondja, a másik torkából meg azt mondja, akkor most mi van? Mihez igazodjunk? Fürjes Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondja, hogy Budapest most még alkalmasabb egy olimpia megrendezésére, mint korábban, amikor a gazemberek megfúrták. Most még alkalmasabb. Tehát még alkalmasabbak vagyunk egy olimpia megrendezésére, de nem vagyunk alkalmasak egy női kézilabda EB megrendezésére. Akkor ezt most hogy kell érteni? Tudod, ha most alkalmasabbak vagyunk, akkor ilyen időkben igenis olimpiát kell rendezni. Miért kell lemondani a női kézilabda EB-t? Lehetséges, hogy Fürjes Balázs nem tud arról, hogy az olimpián női kézilabda verseny is van. Tehát konkrétan magába foglal egy ilyen esemény, tehát egy annyira kicsiséget, hogy észre se veszed az olimpián belül, ehhez képest ezt a kicsiséget sem tudjuk most meg. Nem szeretnék csirkét enni, de csirke combot kérek. Most ezt akkor hogy kell érteni? Ezt így együtt nem tudjuk megvalósítani. Nem szeretnék csirke combot enni, de csirkét. Kérek, egy egész csirkét, azt kérek. A családi bőség de támban. Egy egész csirkét kérek 2036-ban, viszont idén nem szeretnék csirkecombot enni, tehát azért... Várjál, nem azt mondta Fürjes Balázs, hogy Budapest 2036-ban még alkalmasabb lesz egy olimpia megrendezésére, hanem hogy Budapest alkalmasabb. Arra gondol, hogy a megpucsolt olimpia, ami ugye 2024-re volt tervezve, ahhoz képest hát nem álltunk le a stadion építésekkel és beruházásokkal, tehát sportlétesítmények tekintetében alkalmasabb éppen most a város. És ezek valószínűleg 13 év múlva erősen felújítandó állapotban, vagy jó esetben akkor éppen felújítva, még mindig elérhetőek lesznek, viszont azzal spekulálnak, hogy mindez elég hozzá, hogy 2036-ban nem lesz éppen valamilyen válságsorozat a nyakunkon. Mennyire szerencsénk van, igen, hogy nem most kell egy olimpiát rendeznünk ezután, a három év után, ami most, igen, mögöttünk van. Pontosan ezt akartam mondani, hogy 2019-ben még mindannyiunknak olyan volt a világképe, hogy úgy nagyjából azt gondoltuk, hogy egy ilyen kontinuum van, így a társadalom, vagy a civilizációnk, a gazdaság, meg úgy egyáltalán minden nagyjából így valamilyen pályán fejlődik. És akkor jött a Covid, az energiaárak, a háború, és most gyakorlatilag mindenki tudja, de tényleg ez most már 10-ből 10 ember szerintem egyetért ezzel, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz mondjuk jövőre. Elképzelésük sincs, hogy jövőre hol fogunk állni, hogy mire számíthatunk. És ha most jövőre mi egy olimpiát rendeznénk, abba belegondolni is borzalmas, hogy az hogy néz neki. Szerencsétlen momentumosok nem tudták, hogy épp megmentik a kormányt az összeomlástól. Azt hitték, hogy megdöntik, de éppen megmentették. Nekem az is kellemetlen, hogy azt mondja, hogy valakik politikai tőkét kovácsoltak az olimpia megfúrásába. Egyrészt mióta probléma ezeknek a politikai tőke kovácsolása, másrészt meg más dolog a kovácsolás, és más dolog az, hogy ténylegesen képviselték azoknak a hangját, akik összefosták magukat attól, hogy abban az országban élnek, ami egy olimpia mértékéig fog zsebbe nyúlni 2024-re. Köztük egyébként engem is, és belőlem nem kellett kovácsolni. A kovácsolás az, ahogy a Robi az előbb fogalmazott, hogy meggyőzte azt a 200 nem tudom hány ezer budapesti aláíróval. 270 ezer. Nem kellett olyan nagyon győzködni őket. Ez a különbség a kovácsolás, meg a mondjuk azt mondom, hogy képviselet, és
annak mentén egyébként a vitorlánkba szeletengedés között. Tehát az egyik az nem létezett, és felépítették, és nem ez a helyzet, hanem létezett egy igény, és annak a mentén valóban ők éltek a lehetőséggel. Na de a kormány is politikai tőkét akart kovácsolni az olimpia megrendezéséből, tehát ők, és mint ahogy most is azt akarnak. Nem, hát most miért vádolod ezzel? Azért, mert egy nemzet álmodik magának valami nagyot. Most azért, mert a szovjet nép álmodott magának 1980-ban valami nagyot. A német nép meg 1936-ban álmodott, merészelt álmodni magának valami nagyot, vagy 2008-ban a kínai nép merészelt álmodni magának valami nagyot. Ezeknek a népeknek mind jár ez, de nekünk, magyaroknak nem, mert mi kevesebbet élünk. Mondjuk most, hogy mondod, a német birodalom is, és a Szovjetunió is nagyjából 10 évvel az olimpia megrendezése után így megszűnt létezni. Köszönjük, Momentum! Ha 2036-ban megrendezzük az olimpiát, akkor lehet, hogy 2045-ben már nem lesz Magyarország. Ha tényleg betont szeretnének kiönteni, akkor nagyon-nagyon könyörgöm, hogy ne kelljen hozzá egy olimpiát rendezni, akkor építsünk még két metróvonalat, annak mindenki nagyon fog örülni, csináljunk egy ilyen... Csináljunk egy... Metrót nem, stadion. Egy, nem tudom, atombunkereket a város alá, azt is ki lehet önteni, meg építsenek egy gátat, mondjuk, ami víztározott hozzá. Szerintem stadionokat építsünk továbbra is, az a legjobb. Felcsútra még elférne egy kicsit. Öntsük ki a mostani stadionok közepét, ott sokkal több hely van, mint a szélén. Persze, hát a körlap, az sokkal több filctolsatírozással jár, mint a körvonal. Greta Thunberget őrizetbe vette a német rendőrség egy Észak-Rajna Veszfália tartományban tartott keddi tüntetésen. A rendőrség azt közölte, hogy a 20 éves svéd klímaaktivista egy olyan csoport tagja volt, amely a Garzweiler 2 külszíni lignit bánya szélénél táborozott. A bánya 9 kilométerre található Lützerhát falutól, ahol a múlt héten klímaaktivisták ezrei tiltakoztak az ellen, hogy a közeli lignit bánya bővítése miatt lebontsák az évek óta lakatlan települést. Lützerhát utolsó bejelentett lakója már 2022. októberében elköltözött, miután megvásárolta ingatlanát a környékbeli lignit bányájának bővítésére készülő RWE energetikai óriás cég. A község elhagyott épületeiben 2020 nyara óta táborozó klímavédelmi aktivisták viszont nem akartak önként távozni. A cég eljárásának jogosságát több bírósági döntés is megerősíti, de a szénalapú energiatermelést elutasító aktivisták ragaszkodnak a bányabővítési tervek elvetéséhez. Több száz aktivista eltorlaszolta az utakat, és felépítettek egyebek között több olyan háromlábú állványt is 4-5 méter hosszú gerendákból, amelyekre odakötözték egymást. Sokan fák ágai közé épített apró kunyhókban várták a kiürítést. Az aktivisták eltávolítására csak nem 1000 rohamrendőrt mozgósítottak. Fokozatosan négyzetméterről négyzetméterre ürítették ki a területet. A falufoglalók sok esetben támadták meg őket kövekkel, tűzijátékokkal, gyújtópalackokkal. Kis Gréta egyre növeli a csapásszámot, egyre komolyabban veszi magát, és ilyen híreknek az ismeretében egyre kevésbé lehet őt megbélyegezni a elit által legyártott látszat ellenállónak. Mert hogy ugye ez a globális jobboldal vagy trolloldal kritikája Grétával szemben, hogy Gréta egy előre gyártott, egy elit által kitalált és legyártott élményt kínál a tényleges lázadókkal szemben. Tulajdonképpen arra szolgál, hogy a lázadás energiáit, a lázadásnak a csatornáit, amiken keresztül a Donald Trumpok, az Orbán Viktorok, a Vladimir Putyinok, a Recep Tayyip Erdoganok kifejtik a maguk ellenállását a globális világelit ellen, ezt elcsatornázza ebbe a klímaaktivizmusba, és kvázi baloldali, vagy hát legalábbis liberális baloldali színezetű lázadássá tematizálja át a kor nagy epikus összecsapásának a narratíváját. Ne Donald Trumppal kelljen a liberális világrendnek megütköznie, hanem Greta Thunberggel, és ilyen értelemben önmagával, hiszen ez a vád Grétával szemben, hogy ez tulajdonképpen ezeknek a liberálisoknak a látszat alternatívája, az általuk állított látszat alternatíva, nehogy a valódi alternatíva Donald Trump meg Jair Bolsonaro véletlenül hatalomra vergődjön, vagy kifejthesse a tényleges ellenállást a globális elittel szemben. De ilyen körülmények között, amikor a
a hősünket Németországban, ahol éppen az SPD kormányoz. Éppen az SPD adja a miniszterelnököt. Kancellárt, így hívják. Szóval ebben a Németországban lefogják Greta Thunberget és őrizetbe veszik. Hát ez a narratíva, ez elkezd bicegni. Az a helyzet, hogy Greta tényleg a maga meggyőződése mentén, tényleg zöld eszmények mentén, tényleg a légkör széndioxid tartalmával szemben a globális klímaváltozás generáló erőkkel, kvázi a szénhidrogének folyamatos égetésével szemben fejti ki a maga ellenálló tevékenységét ott, ahol éri. És most már tényleges következményeket szenved el. Ezt egyre nehezebb beilleszteni abba a narratívába, hogy hát most Grétát lefogta az, aki küldte Grétát. Grétát őrizetbe vette az, aki kiképezte Grétát. Ez egyre kevésbé életszerű. Hát akkor jön az a narratíva, hogy nyilván meg volt beszélve. Bizonyára. Akkor ez itt mindegy színjáték. Ugye jöttek is a kommentek, hogy na, az ezüstevő eszköz mellől előkerült állaktivista. Persze, hisz az igazi aktivista az amerikai republikánus párt és annak a jobb széle. Mi más? Itt a Grétával szerintem az embereknek meg a média megmondóinak az egyik problémája az, hogy ő egy szimbolikus térben működik, tehát nem konkrétan fát ültet, hogy cselekszik a klíma megmentésért, hanem mondjuk pénteken nem megy iskolába, most már elvégezte, szóval mindegy, de hogy régen, tehát ezzel lett híres, hanem leült egy táblával, hogy ő sztrájkol a klímáért. Az egy szimbolikus tér, amikor nem mész iskolába valami miatt, vagy ez is egy szimbolikus tér, ez a lüceráti, ez a falu, amit ledózerolnak, mert valójában onnan már régen kiköltöztek, és amikor ott laktak emberek, akkor is 105 volt a maximálja, csúcson 105-en lakták, tehát ez gyakorlatilag egy semmi, értitek, egy kisebb panelház méretű település. De nem egy, ez nem egy városvédelmi törekvés, hanem nyilván a terjeszkedés megakadályozandó. Közben... De itt a lignit bányával van a tényleges baj, nem azzal, hogy most lücerátot elsöprik. Világos, de a lignit bánya egyébként, ez az RVE, ez olyan paktumot, vagy nem tudom, olyan megállapodást kötött a kormánnyal, a német kormánnyal, hogy oké, most bővíthetik a bányát, cserébe 8 évvel korábban kell bezárniuk, egyáltalán beszüntetni a teljes lignit bányászatot. Tehát alapvetően a német kormány egyébként egy jó üzletet csinált ezzel, mert azt mondta, hogy 2038-ig működhetne, de most 2030-ban korlátozzuk, cserébe azért, hogy még ezt a kis darab földet is ott fölzabáljátok. De persze jöttek a Grétáék, meg ugye az a pár ezer ember, aki ott tüntetett, aki meg azt mondta, hogy nem csak erről van szó, hogy egyébként ezzel így egy klímacél teljesül Németországban, hanem arról, hogy ez, amit itt művelnek, hogy egy települést fölzabál, hogy a szántóföldeket, a termőföldeket fölzabáljuk azért, hogy fűtsünk, hogy ezt kell megállítani, ez megengedhetetlen. Ez a szimbolikus tér szerintem az, ami zavarja itt az embereket, miközben a magyar politika is abszolút ebben zajlik, tehát sohasem valódi konfliktusok mentén, hanem mindig ebben az elképzelt térben. Nekem, amit nagyon érdekes, megnéztem Németországnak az energia fogyasztását, illetve termelését. A Németország azt hiszem 2010 óta pluszos, tehát folyamatosan energiát exportál, és igazából nem kellene, hogy a lignit kitermelését fenntartsa, egyébként gigantikus mennyiséget termel belőle, tehát Magyarországon azt hiszem, hogy évi 10 000 tonna, náluk meg 100 millió tonna, tehát ilyen nagyságrendekkel sokkal több lignittel szórakoznak. És meglepő módon a lignitnek a részaránya nem is csökken a német energiatermelésben, tehát igazából itt van valami rohadt nagy lobby, és ezért tök oké, hogy tiltakoztak ellene, mert van valami nagyon erős lobby a német gazdaságon belül, amelyik ezt az olcsó szart, amit lignitnek neveznek, aminek a fűtőértéke is alacsony, meg iszonyatosan káros az elégetése, ezt valahogy mégis támogatják, hogy termeljék ki, és az így nyert áramot megadják el külföldre, és ezt kéne leállítani. A zöldeknek szokták még a nyakába varni, hogy miattuk álltak le a német atomerőművek, ez nem igaz, Merkel kezdte őket leállítani, ő hozta azt a törvényt, ami a kivonásukról szólt, méghozzá a fukushimai katasztrófa miatt, Merkelt pedig nehéz lenne azzal vádolni, hogy zöld volt.
Úgyhogy itt a fejekben rendet kéne szerintem tenni, de hát Magyarországon erre nincsen esély, mert Magyarországon mi nem így gondolkodunk. Tehát itt az van, hogy van az embereknek egy értékrendje, vagy van egy ilyen nem is tudom, egy szekértábora, és akkor oda beáll és dobálja a szart a másikra. Neki az, hogy zöld, az, hogyha ő ezzel nem ért egyet, akkor dobálja a zöldekre a szart. Tök mindegy, hogy mit csinálnak. Grecula Levente László, a Mondiner újságírója így fogalmaz. Ironikus, hogy éppen az a generáció akarja erővel megváltoztatni a jogerős bírósági ítéleteket, és macskakövekkel szétverni az összes arra járó rendőr fejét, amelyiknek az összes létező tranzitológiai elmélet szerint Németország történetének legjobb demokratikus szocializációjával kellene rendelkeznie. Ez annyira jó, hogy a demokráciából adnak leckét a nersevik sajtómunkások. Ez annyira, és az annyira érdekes, elragadó. Az az érdekes, hogy pont azt nem veszik észre, hogy éppen attól jó, hogy attól működik egy demokrácia, hogy lehet ilyet is csinálni, hogy tiltakozunk az utcán akár. Macskakövekkel szétverni az összes arra járó rendőr fejét. Tudod, tényleg ez történt? Tényleg ez történik? Tényleg van erre bármilyen igazolható videófelvétel, vagy bármi ilyesmi, hogy ez történik? Jól látva, igen. Aztán már folytatod. Van videófelvétel, és nem ez történik. Ha már videófelvétel, hagyj promózzak egy olyat, amire úgy lehet rákeresni, mondjuk a valamelyik nagy videó megosztón, hogy Lützerát, tehát azt ugye németül, ahogy le kell írni, Lützerát, Benny Hill version, és ott van az, hogy ott napok óta esik az eső, és ott van a, nem tudom, 3000 rendőr, meg a 10000 tüntető, és azok így jól földagasztották ott a sarat, és van egy ilyen, körülbelül egy másfél perces videó, ahol a rohamrendőrök ebben a sárban fetrengenek, de konkrétan nem tudnak járni, tehát négy kézláb másznak el onnan, ez valami egészen fantasztikus. Közben Benny Hill zene megy alatt, ezt mindenképp nézzétek meg. Folytatom az idézetet. Na, a Mandinerről. És mint kíváncsi légy a friss lószarra, úgy ereszkedett le a lüceráti sártengerben forradalmárkodó egyetemisták és munkanélküliek közé a felfoghatatlan jólétben fogant, gondtalan életű klímaaktivista idézőjelben. Klímaaktivista prototípusa Greta Thunberg a hétvégén. Thunberg a szegény ember klíma Prométeusza, csak ő nem a tüzet hozta magával, hanem az ezüst kanállal a szájukban született, megint idézőjelben, aktivisták egy új generációját. Greta Thunberg korunk legaljasabban megalkotott média fenoménja, a tökéletes termék. Az aspergeres diáklány, aki annyira a szívén viseli a földbolygó sorsát, hogy péntekenként inkább nem megy iskolába, hanem a kartonpapírból kiszaggatott kis transzparensével inkább mérgesen néz az arra kószáló fotóriporterek kameráiba. Most csináltuk egy reklámot a Mondinernek. Annyira, de ez egy fontos diskurzus, amit szerintem érdemes lefolytatni. Mi ez az ingerültség? Mi ez az ingerültség, tudod? Csak nekik szabad lázadni Oroszország hátszelével. Az összes autoriter rezsim, Xi Jinping, Putyin, Erdogan, illetve az amerikai impériumot elragadni készülő Donald Trump politikai hátszerével. Az igazi, az nem az elit. Ők nem ezüst kanállal születtek a szemben. Donald Trump, hát hogy lehetne ilyesmivel vádolni, hogy ezüst kanállal? Greta Thunberg, ő a hamis lázadó. Ellentétben Donald Trump, aki a hiteles, hát ő alulról jön. Hát ő az, aki képviseli a munkásosztályt. Ellentétben Grétával, valaki felfoghatatlan jólétben nőtt fel. Én azt nem értem, hogy a magyar hatalmi elit, a kormányzó magát konzervatívnak és kereszténynek valló kurzus szemében a környezetvédelem az miért ennyire sátáni. Mert a kultúrharcos tengelyen az nem az ő ügyük és a másik ügye, és mint a másik ügye, érvénytelen. Nem azért érvénytelen, mert ők nem oxigént lélegeznek, hanem azért érvénytelen, mert nem az, már a másik oldal lefoglalt, és a másik oldalt kell legyőzni. A másik oldalhoz tartoznak az ügyek, nem az ügyekhez a másik oldal. Nem arról van szó, hogyha egy nagyon jó ügyet a másik oldal kisajátít, akkor azt az ügyet el kell venni tőle. Nem, az az övé, le kell győzni, tehát azt az ügyet le kell tagadni, az az ügy nem érvényes ügy. Az az ügy hazugság, az az ügy a látszata, a
annak, aminek mi a valósága vagyunk. Igen, de közben ugyanez a kormány lazán térít el bármilyen ügyet a saját érdekei szerint. És én azt akarom ezzel az előzővel mondani, mivel elkezdtem, hogy konzervatívnak és kereszténynek vallja magát. A keresztény akkor ugye a Bibliára alapozza az ő értékrendjét, és azt, abban az áll, hogy ezt a földet az összes teremtményével az Isten hozta létre. És nyilván amellett, hogy uralod, neked az a dolgod, hogy az isteni teremtést azt megóvd. És mint konzervatív, ugye konzerválni, megint csak az a feladatod, hogy és neked konzervatívoknak tűnnek? De amúgy. Ezt mondják. Nem, én szerintem nem azok, szerintem full neoliberális, és rohadtul nem keresztények, semmi közük a kereszténységhez, tehát erről nap mint nap tanúbizonyságot tesznek, de ezt mondják. És ha ezt mondják, akkor akár bele is állhatnának, hogy igen, az a teremtett természetet, a bolygót, azt nekünk kötelességünk megmenteni, nekünk erkölcsi kötelességünk, és átörökíteni az utánunk jövő nemzedékekre. Tehát ebből lehetne egy konzervatív keresztény diskurzus csinálni, de nem, ők úgy állnak bele, hogy mintha az lenne a sátán, aki fát akar ültetni. Érdekes, ahogy itt az ember és a természet szembe helyezkedik, ahogy megváltozott az, hogy nem tudom, 40 évvel ezelőtt itt ugyanezen a településen még a munkások jogaiért tüntettek, és abból kovácsoltak politikai tőkét, hogy más ne mondjak. Nekem kellemetlen az is, de megértem, ha valaki, és nagyon sokan másképp gondolják, hogy az atomra ilyen hamar rácsuktuk az ajtót. Nyilvánvalóan kockázata van, de közben meg nyilvánvalóan egy függőségeket némileg csökkentő, és bár magas kockázatú, de semennyi széndioxid kibocsátással nem járó megoldás. Azt akartam kérdezni, az Andrew Tate az nem twittelt valamit a Greta Thunberg letartóztatása kapcsán, vagy neki most épp korlátozva van a mobilnete? Szerintem ő most nem nagyon tud twittelni. az a jobb oldal dűrohamának a tárgya, hogy itt most Greta, meg a klímaaktivisták, meg a zöld aktivisták elárulják a munkásosztályt. Hiszen azt a lignitet, hiszen azt a szenet a föld alól, a hegygyomrából munkásemberek, német munkásemberek bányásszák ki. És amíg 20 évvel ezelőtt... Nem annyira hegygyomrából, mert bocsánat, nagyon rossz fűtőértéke miatt, ami miatt csak erőművekben lehet felhasználni, azzal, pont azzal szemben, hogy külszíni fejtéssel könnyen hozzáférhető. Igen, ezt is most kellett megtudnom, mert azt hiszem a 15. érettségi találkozón és a 20-on is rákérdeztem a földrajztanárnál, hogy most már én értem, hogy hol van olyan színű háromszög az atlaszban, de árulja már el, hogy mi az a lignit. Hát ez egy szar, de fűtenek vele. Arról van szó, hogy ezek a munkások, ezek a bányászok, ezek a dolgozó emberek, ezek most azért veszítik el az állásukat, mert Greta meg a klímaaktivisták ellenük, az egy ezüstkanállal a szájukban, ellenük tüntetnek. Az emberek, hát hogy bocsássák el őket, és tudod, 20 évvel ezelőtt a munkás, a baloldal még a munkások mellett tüntetett, hogy nehogy bezárják a bányát, most meg azért tüntet, hogy zárják be a bányát. Hát elárulta a munkásosztályt, még szerencse, hogy Donald Trump lenyúlt a munkásosztályért, a képviselet nélkül maradt munkásosztályért, és képviseletébe vette. Tudod, arról van szó, hogy új prioritások születtek az elmúlt évtizedekben. A klíma helyzete, állapota új helyzetet, új képletet képez, új helyzetet teremt. Itt nem lehet kijátszani az embereket az emberek gyerekei ellen, mert ezt csinálja a globális troll kurzus, hogy azt mondja, hogy mi a fontosabb. Az, hogy a CO2 kibocsátás, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a gyerekednek meg az unokádnak lesz-e még belélegezhető levegője, vagy majd elöntik a tengerek a kikötővárosokat. Hát, hogy felgyulladsz az megolvadt aszfaltot. Igen. Humanitárius katasztrófák sorozata történik, és kigyulladnak kontinensek, vagy az a fontos, hogy idén télen fűteni tudjanak az emberek. És tudod, így teszik fel a kérdést, kijátsszák az unokát a nagyszülő ellen. És azt mondják, hogy most választani kell, unoka vagy nagyszülő. Az unoka nincs, a nagyszülő van. Nyilvánvaló, hogy a nagyszülőnek kell. Annak, aki itt és most fázik az otthonában, ki kell termelni a szenet. Itt nincs alternatíva. Holott a Greta arról beszél, hogy ha itt és most
a nagyszülő szénnel tüzel, akkor az unokának esélye sem lesz, akkor az unokának nem lesz jövője, nem jut bolygó. Át kell állni. Rohamosan át kell állni. Csak hogy ez nem történik, mert ellentétes a multinacionális érdekekkel, mert még rengeteg lignit, mert még rengeteg szén, rengeteg olaj, rengeteg gáz van a földgyomrában, ezeket még ki kell termelni, úgy gazdaságos, úgy éri meg. Nem a jövő nemzedékeinek az élete a szempont, hanem itt és most a GDP a szempont. Ezzel áll szemben Greta Thunberg. És a helyzet az, hogy nem tudok vitatkozni azzal, hogy ezek a prioritások itt és most égetőbbek, mint az a tény, hogy az átállás adott esetben bizonyos munkás rétegeknek a nehézségét képezi. Ők nekik majd, akik eddig az olajfúró telepeken dolgoztak, azoknak majd új munka után kell nézniük. Igen, ez sajnálatos, de vannak prioritások, és azt gondolom, hogy a légkör széndioxid tartalma és a globális klímaváltozásnak a fékezése prioritást kell, hogy élvezzen. Én úgy látom, hogy például 45-ben nem tették fel azt a kérdést a Németországban, hogy na jó, hát most egy ilyen rendszerváltás van itt Németországban, de hát mi lesz azokkal, akik eddig a lágereket őrizték? Hát elveszítik a munkájukat, érted? Most hova mennek ezek az emberek? Mi lesz velük? Hát rájuk nem gondoltok? Szóval, hogy van egy bűn, amit elkövetünk a jövő ellen, és akkor nem az a kérdés, hogy mi lesz azzal a munkással, aki a bányában dolgozik, hanem az a kérdés, hogy az ő gyereke az megéri-e majd azt a kort, amit ő megért, és mindössze arról lenne szó, hogy sokkal kevesebb energiát kéne fogyasztanunk, amit egyébként önszántunkból nem fogunk megtenni, ez látszik. Mindig kényszerítő erő kell hozzá. Tehát amikor bejött a Covid, akkor mindenki otthon lapított, és leesett a, nem tudom, a felére az olajfogyasztás, és a konkrétan a határidős olajnak negatív ára volt. Szabadulni akartak tőle a termelők. Amikor bejött a háború, és drága lett a gáz, akkor hirtelen mindenki lejjebb tudta csavarni a termosztátot, de azelőtt nem. Például a magyar energiafogyasztást meg lehet nézni grafikonokon, látszik, hogy amióta a rezsicsökkentés van, azóta többet fűtünk. Konkrétan ez történt. Nem az történt, hogy mi azért fűtünk, mert fázunk, hanem előtte el voltunk, és aztán amióta olcsóbb lett, azóta többet használjuk, pusztán ennyi. Mióta ilyen baloldaliak a jobboldaliak, hogy a munkás képviseletet kérik számon? Ez nagyon érdekes. Ez szerint a baloldaliaknak 30 éve, amikor még képviselték, érvényesítették a munkásoknak a jogait, azokért küzdöttek, akkor még igazuk volt? Mert érdekes módon akkor a jobboldal elmulasztotta ezt az igazságot megvallani, mint a sajátját. Akkor a jobboldal a tőke oldalán állt, a bányavállalat oldalán állt, szemben a baloldal, amelyik meg a munkásoknak a képviselete. Attól tartok, hogy nem elég 30 évet visszamenni az időbe, inkább 50-et kéne. Akkor tehát igazuk volt a baloldaliaknak. De akkor érdekes módon a jobboldal nem adott igazat a baloldaliaknak. Most, hogy új prioritások születtek, és most, hogy a munkások képviseletével szemben a következő nemzedékeket kezdte el képviselni a baloldalnak az aktivizmusa, Greta Thunberggel az élen, most hirtelen az a 50 évvel ezelőtti baloldaliaknak a hitvallását vallja meg a jelenlegi jobboldal. De az a magyar kormány, amelyik egyébként radikálisan szűkítette például a munkavállalói jogokat az elmúlt években, és például a pedagógusoknál nagyon jól látszik, hogy a sztrájk jogokat is elveszik, egyszerűen megszüntetik, ne tudják sztrájkolni. Nem egy esetben volt, hogy a magyar kormány nemzetközi multik oldalára állt, hogyha olyan volt valamelyik, nem tudom, a Hankook, vagy melyik gumigyárban például ott, több ilyen is volt, ahol érdekes, amikor arról van szó, hogy valaki hozzon ide egy akkumulátorgyárat, akkor hirtelen nem számít, hogy az ivóvízbázist el fogja szennyezni, csak jöjjön. Tehát ez a kormány a munkavállalókkal láthatólag nem foglalkozik. Nem érdekli. Egyáltalán nem érdekli, hogy azokkal mi van. Szelektív érdekképviselet. Szelektív érdekképviselet, amikor mi velünk szemben kell képviselni az munkások érdekeit, az hazaárulás, hiszen a törvényes, demokratikus módon megválasztott magyar kormánnyal szemben akarnak érdeket érvényesíteni. Amikor viszont Greta Thunberg az, aki megtámadja a német bányászokat, el akarja venni a megélhetésüket, akkor természetesen oda kell állni a dolgozók mellé. Azt mondja nagyjából, vagy azt állítja
kéri számon a Mandiner szerzője, hogy itt ennek a generációnak egész Németország történetében a legjobb szocializációval kellene rendelkeznie, és hogy ebből a jólétből panaszkodnak, de nem a saját maguk nevében panaszkodnak. Tehát ez az a, kell egy jólét ahhoz, hogy valami más, valaki más, vagy valami másnak a nevében felszólal. Ez nem megy máshonnan. A jövőben élők, a távolban élők, azt a levegőt, aminek a kapcsán ők felszólalnak, azt az is szívja, akinek nem telik arra, hogy 3 percre kinyissa a száját, mert abban az időben is robotol valahol. Nehogy már ez legyen a baj. Másrészt meg ha ő azt mondja, hogy ha amúgy jobb a helyzetük mondjuk Németországban, mint 40-50 évvel ezelőtt, akkor már meg is állhatunk. Nyilván a konzervativizmus az ezt a véleményt indukálná, de hol tartanánk, ha mondjuk 1500 óta ezt hajtogatnánk? Igen. Konkrétan a szolidaritást és az empátiát kéri rajtuk számon. Tehát nem azt, hogy az hiányzik belőlük, széljeljék, hanem éppen, hogy magukat. Van. Miféle érv az, hogy Grétának jó módú a családja? Hát könyörgöm. Egyébként ez mióta legitim érv, hogy a te családodnak mekkora az ingatlan vagyona, vagy mekkora a jövedelme. Grétának a családja nem különösebben gazdag, csak Gréta svéd, és az egy gazdag társadalom. Ez az érv, mert tulajdonképpen ez az érv, hogy Gréta svéd. Hogy van pofája svédként, akik hát gazdagok, de Gréta Svédországban nem különösebben gazdag. A Grétáék Svédországban egy átlagos család. Ott így élnek az átlagos családok. Egy középosztálybeli család úgy él, mint Gréta, tudod? És szociálisan elkezdeni uszítani Gréta ellen, hogy ezüst kanállal a szájában nőtt fel. Miközben ezt 4 hangzó betűvel ki lehet fejezni. Svéd. Svéd. Az a rohadt anyját, hogy svéd. Hát hogy mer olyan jól élni, hogy svéd? Hát Gréta, és tudod, ennyi maradt az érv Grétával szemben, hogy svéd. A ránk váró egy órában a Hatalom markában című orosz dokumentumfilmet fogjuk ismertetni veletek. Azzal a célzattal, hogy kedvet kapjatok hozzá és megtekintsétek a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál keretében. The New Greatness Case, ez az angol nyelvű címe a filmnek, amely egy kamaszlánynak a bírósági kálváriáját mutatja be Oroszországban a jelenkor Oroszországában, 2018-as eset, amikor márciusban rendőrök a 17 éves anyjára rárúgták az ajtót, és bevitték őt őrizetbe. Hamarosan a vádlottak padján találta magát a kis csaj. Jó pár 10 és 20 éves társával együtt. A vád terrorista csoport szervezése az alkotmányos rend megdöntésére. A büntetés pedig, amivel anyja szembenéz, várhatóan olyan nagyjából 25 év börtön. Úgy áll a dolog, hogy anyja meg a barátai valóban találkozgattak egy lakásban, egy ingatlanban, amely ingatlant egy addig számukra ismeretlen személy, aki megszervezte őket, aki a működési szabályzatukat adta, és aki ezt a lakást bérelte, ő szervezte ezt a csoportot, amely csoport csak hamar elkezdett, hát bizonyos Vlagyimir Putyin megdöntésére vonatkozó, az vele való szervezett ellenállásra vonatkozó aktivitásba kezdeni. Nem sokkal később jöttek a letartóztatások, de ami nagyon különös, és ami a 10 éves vádlottaknak is feltűnt, hogy az a személy, aki őket megszervezte, illetve a lakást bérelte, az a személy eltűnt. Nincs a vádlottak padján, pedig neki kellett volna az elsőrendű vádlottnak lennie, hiszen hát ő a szervezője ennek a csoportnak. Olyan, mintha a tágaségen andalog közben a gyerekek harsogása zavarná a szomszédokat, és minden óvodást bevinnének, csak a Grillus Vilmos meg a Levente Pétert nem. Hát Grillus Vilmos és Levente Péter eltűnnek, viszont minden egyes... Nem is eltűnnek, bocsánat, tanúskodnak a gyerekek ellen. Tehát ő Grillus Vilmos csak a vádlottak padjáról tűnnek el. Úgy áll a dolog, hogy a vád velük szemben
az államrend megdöntésére vonatkozó terrorszervezet szervezése, és ők... Konkrétan az államrend, mert az előbb úgy fogalmazta, hogy az alkotmányos rend, nem tudom, ugyanarról beszélünk, ugyanarról beszélünk, a döntő... Nem mindegy, hogy ugye kormányt, vezetést akarok, vagy pedig az alkotmányos rendet akarom megváltoztatni, megdönteni. Minden esetre hát egyik sem áll meg, ezek a szerencsétlen gyerekek, ezek párkik lehetnének, tudják. Deformailag momentumos fiatalok, meg önkényes hallgatók is, akik szeretnek összejárni, társasozni, mert egyébként egy kicsit ilyen intellektuálisabb homokozáshoz vannak szokva, és hát néha, amikor így összejönnének társasozni, akkor mindig lenne egy közöttük, aki azt mondja, hogy nem kéne amúgy együtt egy lakásbérelnünk, meg amikor már lakásbérelnek, és megint társasoznának, de akkor bedobni, hogy kéne szerezni fegyvereket, nem? Nem kéne. De nem kéne szerezni fegyvereket. Nem is, hogy bérelnek, hanem ő bérli. Tehát egész ráadásul konkrétan. Nem is az, hogy akkor mindenki, hanem folyamatosan viszi őket bele. Az a nagyon különleges benne. Egy eleve bekamerázott lakásban. rengeteg bizonyíték áll a bíróság rendelkezésére, a lakás ugyanis bekamerázva, bepoloskázva volt a kezdetektől, és innentől kezdve hát legalábbis gyanakodnunk kell arra, hogy az illető, aki a vádlottak helyett, a tanúk közt foglal helyet, nem az ingatlan piacról bérelte azt a lakást, hanem azt a lakást az orosz titkosszolgálat, az FSB hozta létre kifejezetten ennek a kelepcének a céljából. Na most az itt a nagyon érdekes, tehát erre a film erősen határozottan utal és terel minket ebbe az irányba, hogy mi is ezt tudjuk, és én is hajlamos vagyok ezt kinézzük Oroszországból. Én is hajlamos vagyok ezt hinni, hogy ezt az orosz államot az FSB megrendelésére hozták össze ezt az ügyet. Nyilván igazolni kell valamit, a kemény állami fellépést, a szabadságjogok megvonását, szűkülését igazolni kell valamivel, tehát tudjátok, mit tudom én, 2001. szeptember 11, után lehetett szűkíteni a szabadságjogokat, meg lehetett figyelni tömegesen az embereket az USA-ban. Oroszországban is kell ilyen. Én azt nem értem, illetve most már értem, de nem értettem, hogy miért ilyen hülye gyerekekkel csinálják. Tehát, hogy ha én most kimennék így random valahova, egy ilyen rendes, keményebb, szórakozó helyre, akkor valószínűleg egy-két hét alatt összeszednék olyan 10 igazán olyan csávot, akiből még tényleg ki is néznéd, hogy meg akarja dönteni a rendszert, és azokat hülyíteném be így. De miért ilyen ártalmatlan, láthatóan ártalmatlan hülye gyerekeket? És aztán rájöttem, hogy azért, pontosan azt akarják, hogy ez eljusson a mindenkihez, hogy félj. Nem az a lényeg, hogy ne döntsék meg az államrendet, és hogy legyen egy precedens ügy. Az a lényeg, az az egésznek az értelme, hogy ártalmatlanokat hurcoljanak meg, és ártatlanokat, és darálják le őket, és tapossák. És ezzel üzenjenek a középosztálynak. És pontosan azt üzenik, hogy figyelj, ilyen itt a hatalom. Lehet, hogy elfelejtetted, mert régen volt a Stalin terror, de ilyen, Oroszországban ilyen a hatalom, ezt csinálja veled, hogyha akarja. Úgyhogy nagyon vigyázz magadra, hogy ne akarja ezt csinálni veled. És ez nagyon-nagyon meredek üzenet. Tehát ez, ahogyan ez működik, és ez egyértelműen látszik, tehát a filmben, ami bemutatja a hétköznapjait ezeknek az embereknek, egyik jelenet nyomasztóbb, mint a másik. Tehát amikor azt érzed, hogy Magyarország az a földi paradicsom Oroszországhoz képest, nem? Hát nálunk egyelőre nem került börtönbe, nem tudom hány darab SFE tüntető. Valamiért azt gondolom, hogy aki a ma Magyarország, a ma Oroszországára pillant, az a holnap Magyarországát látja. Hát én tehát jól érzékelhető, hogy ahogy gázolunk befelé ebbe a monolit rendszerbe, aminek még nem látszanak a körvonalai vagy a kilátásai, hogy ennek bárhol is vége lesz. Majd lehet, hogy majd 30 éves vagy 40 éves távlatban majd vége lesz egyszer. De hogy minden esetre én úgy érzem, hogy még tehát egyelőre befelé megyünk az erdőbe, nem kifelé szóval megyünk az erdőből. Jelenleg az Európai Unió meg a NATO bizonyára bizonyos ellensúlyt képez az egyre autoriterebb tendenciákkal szemben. De egy bizonyos ponton eljöhet az a státusz Magyarországon,
Amikor Magyarországnak is fel kell mutatnia a belső ellenséget, szüksége van a belső ellenségre. Tudod, Sztálinnak az volt az osztályharccal kapcsolatban a nagy megfejtése, ami tulajdonképpen a sztálini terrornak az ideológiája volt, hogy az osztályharc, ami korábban társadalmi osztályok, tehát a munkásosztály és a burzsuázia között zajlott, az begyűrűzött a párton belőre. És most már az osztályharc a párton belül zajlik, ez természetesen Rákosi egy az egyben átvette az ehhez tartozó politikát is, a Rajkper az ennek a következménye. Rajkot meggyőzték arról, hogy a szocializmus győzelméhez az kell, hogy a párton belülre begyűrűzzön az osztályharc, tehát ezért neked, Lacikám, jugoszláv ügynöknek kell lenned. És a Rajk László megértette, hogy a nemzetközi munkás mozgalomnak itt és most arra van szüksége, hogy ő jugoszláv kém legyen, ezért aláírta azokat a vallomásokat, amiket megírtak neki, melyek szerint ő jugoszlávként. Nyilván béka emberekkel tartotta a kapcsolatot a víz alatt, stb. Ebből készült a tanú. Majd, amikor fölkötötték, akkor a bitófa alatt azt mondta, éljen a párt. Nem volt elég az életét elvenni Rajknak, ahhoz, és ezzel a hazugsággal, tehát nem volt elég a hazugság, hogy ő jugoszláv kém, és a legyilkolása Rajknak, hogy Rajk lángoló hitét ez megingassa a kommunizmus végső győzelmében. Ma Rajk azzal halt meg, hogy ha ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy én jugoszláv kém voltam, úgyhogy nem voltam, meg hogy meghalljak, úgyhogy ártatlan vagyok. Ez nem túl nagy ár a kommunizmus győzelméért. És most minthogyha az orosz politika visszagravitálna a sztálini évtizedekhez. Újra belső ellenségre van szükség. Ez a belső ellenség, ez fontos, mert a terror ideológiája a belső ellenség által meghatározott, a belső ellenség fenyegetése által kikényszerített. Nem is tehet mást Putyin, mint szorosabbra fogja a pórázt az orosz nép torkán. Milyen érdekes, bocs, hogy Amerika úgy, hogy a külső ellenség helyett befelé fordult, szétesett annak lenni, ami addig volt. Az oroszok pedig a belső ellenségtől pont ennek az ellenkezőjét. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, McCarthy bizottság, az ugyanez volt a erre adott amerikai, sajátosan amerikai válasz volt. Nyilván nem olyan... Nem az 50-es évekre, hanem az elmúlt pár évre gondoltam. Igen, nyilván nem olyan terrorisztikus eszközökkel. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság legfeljebb a munkahelyükről rugatott ki embereket. Jó, néhányan öngyilkosak lettek emiatt, mert szerették a munkájukat, és a hatalom elvette tőlük a munkájukat, de azért nem az Andrássy út 60-ban, nem a pincébe vitték le őket agyonlövet. Oroszországban más tétek mellett mennek ezek az ügyek, de tulajdonképpen ugyanaz a boszorkány üldözés zajlik olyanokra, akikről az állam maga is tudja, hogy ártatlanok, de nem túl nagy ár az ő feláldozásuk azért, hogy Oroszországot visszasztálinizálhassák. Igen, na de miért akarja visszasztálinizálni? Amellett, hogy nyilván Putyin is hasonló karakter, mint Sztálin, úgy értem, hogy elmebeteg, de hogy miért akarja? Azért, mert ez egy annyira gigantikus nagy ország, hogy ennek egyik végéből a másikba, tudjátok, ez valami 8 vagy 9 időzóna, tehát hogy ez úristen mekkora. És ezt nem lehet, valószínűleg nem lehet úgy fenntartani ezt az országot, mint egy ilyen Magyarország méretű, ahol így azért belefér egy kis lazulás. Tehát, hogyha itt nem lenne kemény, komoly, központi hatalom, amelyiktől tényleg félnek mindenhol, az elején is, meg a végén is, Kamcsatkában is, meg Moszkvában is, akkor valószínűleg szétesne nem egy, hanem 10 országra legalább. És Sztálin mondta azt, hogy... Na persze, központi bizottság, kollektív vezetés, pont. Az orosz paraszt a cár híve, egyetlen egy vezére van szüksége. Ezt már ő is felismerte, hogy Sztálin számára a központi bizottság meg a kollektív vezetés az már ilyen túlzottan demokratikus dolog volt, tudjátok. Tehát ő már akkor azt érezte, hogy itt nem, ezeknek az kell, legyen egy ilyen erős csávó az egész legtetején, aki üt, vág, aki nem senkivel szemben nem érez könyörületet, aki a legbelső köreiből is bárkit eltapos. Nincs olyan
A sztálini vezetésben nincsen olyan, hogy kivételezett. Ott az van, hogy mindenkinek rettegnie kell. És ez a birodalom, ez így működött. És Putyin ebbe az irányba gravitál, ezen az úton jár. Nyilván rehabilitálták Sztálint is azóta. Ő ugyanezt a modellt akarja megvalósítani, és még mindig nem ért oda, még mindig messze van tőle. Tehát ezt a kislányt, aki a főszereplője ennek a történetnek, őt egy ponton kiengedik a börtönből, pedig bedarálhatnák, mert most mit fáj az a, nem tudom, 100 tüntető az FSB épülete előtt, tudjátok, semmi, nem, nincs jelentősége. De mégis azt mondják, menjen haza, a többieket elítélik, mint a sic, tehát ott 6-7 évek röpködnek a semmiért, de van még valami minimális kis emberi ebben a rendszerben. Oroszországnak a lakossága nagyjából 145 millió fő, de ebből a 145 millió főből, ebből nagyjából 90-100 millió körül orosz. A többi az nemzetiség. Tehát van nagyjából 95 millió orosz egy ekkora országra. Egyszerűen azt a gondolatot vezetem tovább, amit elkezdtél, Dávid. Ennyi emberrel egy ekkora országot uralni, csak a terror közegében lehet hatékonyan. Tehát egyszerűen, és ez a terror, ez nem ám a sztálinizmust jelenti az alapoknál, hanem az ütlegek alatt növekedés gyakorlatát a hétköznapokban, az iskolákban, a családokban, minden társadalmi szintéren. Föntről ütnek téged, és az egyetlen, amit tehetsz, hogy az alattad lévőt ütöd. Hogy tovább ütöd. Ezt tudod, hol látszik, amikor a filmben, amikor az anyuka viszi be az ételt a lányának a börtönbe, és ott valami adminisztrációs hiba, vagy szándékos tévedés folytán ezt nem tudja leadni, és ott szenved a kis ablaknál is, és így még magyarázná, hogy de hát még én 5 kilót hozhatok, és a mögött álló emberek totálisan, teljesen szolidaritás és empátia mentesen mondják, menjen már, ha nem érti, menjen már innen. Tehát nem az, hogy jó, próbálja már meg beadni a 17 éves lányának az ételt, hanem hogy húzzon már el innen, mert én is itt állok a sorban. Ez működik a rendszer, ezek, hogy ember-embernek farkas alatt. Ezek alatt, az ütlegek alatt az orosz nép, az orosz társadalom egy őrjöngő transzban éli az életét, egy önkívületben éli az életét. Ebben az önkívületben tulajdonképpen mindegy is, hogy élsz vagy halsz. Így lehet túlélni a sztálinizmust. Így lehet túlélni a nagy honvédő háborút, ahol úgy használnak el téged tényleg, mint az élő üzemanyagot, meg az élő tűzerőt. Te ebben a rendszerben, Oroszországban semmi vagy, annyi vagy, amennyit a Kremlnek érsz. Ebben az őrjöngő transzban, ebben a minden mindegy állapotban, ebben két menedék van. Az egyik a vodka, a másik a vallási őrület. Az orosz ember ezekbe, ja, vagy nyugatra menekülhet a sztálinizmus elől. Ebben a transzban, ebben az őrületben kell benne tartania az oroszokat. És ezek azok az oroszok, meg azok a nemzedékek, akik az elmúlt 3 évtizedben valamiféle jogbiztonsághoz, valamiféle nyugodt, békés, nyugati normák szerint zajló élethez szoktak, most vissza kell, hogy szokjanak valamihez, amiről azt hitték, hogy már megúszták, amiről azt hitték, hogy már elmúlt, és most visszatér. Ez velünk is így van, nem? A Hatalom Markában című orosz dokufilmről beszélgetünk, amit egyébként a létrehozásához segítséget nyújtott a ZDF, és az Al Jazeera is, ez is komikus, bár semmi gondom az Al Jazeerával, csak ennek ellenére, hogy az arab világból érkezik a tőke arra, hogy az orosz szabadság hiányára felhívjuk a figyelmet. Igen, igen, de az Al Jazeera az nem iszlamista. Ja. Hát akkor is, épp ezért. Jó, figyelj, Oroszországhoz képest viszonylag kevés olyan ország van, amelyik attól így autoriterebb, vagy totalitáriusabb. Kína. Észak-Korea. Észak-Korea, Kína. Szaúd-Arábia, nem tudom. Nagyon sok nincs. Irán talán. Engem két dolog különösen érdekelhet. Az egyik az, hogy látva ezeket a sorsokat, hogy ezeket a szerencsétleneket
összeterelték, lekamerázták, gyanús helyzetbe hozták, majd bíróság elé citálták. És hát látszik, hogy azért a pártként a rendszer megdöntésére szerveződő ellenzék és a terrorizmussal megvádolható fiatalok között a határ az valószínűleg ott van, hogy elvitték őket molotov koktélt dobálni a semmire egy üres parkolóban. Igen. Ugye ez az, ami nagyon aláhúz. Valami graffitire hajigálták, igen. És a vádnak a nagy része az egyikük erőszakkal, csúnya erőszakkal megszerzett tanúvallomására épül. Tehát az egyik dolog az, hogy nagyon kemény az, hogy egy tanúvallomásnak ekkora jelentősége van, és hogy annak a visszavonásával mennyire élhetsz. Másrészt az, hogy ezek ennyire egyszerű gyerekek, azt a kérdést vetette fel bennem, hogy én vajon hányszor tettem olyat az elmúlt 10-20-30 évben, amiről ha felvétel van, akkor bármilyen szervezkedéssel és összeesküvéssel meggyanúsíthatnak. Hány olyan, tudod, baráti beszélgetésben mondasz egy rossz poént, amiből kettőt összevágnak, és már meg is érkeztél. Messenger üzenetbe, hogy ezeken már csak mi segítene, és akkor így, igen, én is terrorista lehetnék. Én ilyeneket pont nem mondok, de bármiből, tehát bárkinek bármelyik 50 mondatából összehozol. De ráadásul valami. Ebben a filmben látszik az, amikor van a mi beépített emberünk, az FSB, és aki tényleg nyilvánvalóan látszik. Ruszlán D-nek nevezik a filmben. Ott vannak, igen, ami a nem az igazi neve nagy valószínűséggel, de hogy ott vannak ezek a szerencsétlenek, így tengnek, lengnek, a földön kívüli életről beszélgetnek, hogy vajon lehetséges a más bolygón élet, vagy tudjátok így... Egyelőre itt helyben tök jó lenne. Hát igen, de hogy ilyen teljesen ártalmatlannak tűnnek, és Ruszlán D, ahány felvételen van, látszik, hogy ő valami nagyon-nagyon struktúráltan gondolkodik, és neki komoly tervei vannak, és ő hozza azokat a papírokat, amiken azok szerepelnek, hogy akkor nekik, mert ugye ahhoz, hogy valóban terrorszervezetté lehessen nyilvánítani őket, ahhoz az kell, hogy papíron létező alapszabályuk legyen, amit ők elfogadtak, meg aláírtak, meg tagokká váltak hivatalosan aláírással. Ez az orosz jogrend szerint ez kell hozzá. Ezért a Ruszlán D az hozza ezeket a papírokat, leteszi eléjük, hogy akkor itt ezt alá kell írni. És akkor van egy olyan alkalom, amikor így magyarázza nekik, hogy most már tovább kéne lépni, nem elég, hogy csak itt beszélgetünk, akkor szervezzük meg magunkat, és akkor miket kell még csinálnunk. Hát például venni kéne, mit tudom én, fegyvere, nyomtató patron, lőszer, akkor üdítőket. És akkor így mondja, próbálják közé csúsztatni. Igen, és így mondja, hogy esetleg lőfegyver, szúrófegyver az utcai harcokhoz, mire így mondják, hogy nem, dehogy is. Jó, megy tovább, akkor majd kellene molotov koktél. Nem. És akkor így mondják a többiek, hogy nem, dehogy is. De aztán mégis valahogy nem Ruszlán D kerül a vádlottak padjára, hanem ezek a szerencsétlenek, akik egyébként érezhetően abszolút nem akarták ezt. Az egyik gyereknek ott vannak olyan gesztusai, hogy neki úgy ez így bejönne, hogyha Putyin menne. Na jó, de hát érted, szóval most ez még kevés. De hát Oroszország nem úgy működik, mint egy jogállam. Eleve, amikor az anyuka kiáll egy szál táblával az FSB épülete elé, hogy engedjék szabadon a lányát, állítsák meg az FSB-t, az van rajta, hogy stop FSB. Egyből oda jönnek hozzá rendőrök. Mi az, hogy stop FSB? Nézd csak, és így mutatja, látod, így kocogtatja a táblát. Oda van írva, hogy stop FSB. Ezt hogy érti? Engedélyezték ezt a plakátot? Jóvá hagyták ezt a plakátot? Mi az, hogy stop FSB? Tehát, hogy mi? Semmi. Hát mi az, hogy jóvá hagytak egy plakátot? Hát egészen nonsens. Hát mi az, hogy stop FSB? Semmi, érted? Miért nem mondhatnék ilyet? De ott már, ha ezt mondod, már akkor gyakorlatilag a vádlottak padjára kerülhetsz. Hát hiszen az államrend ellen szervezkedsz, az államrend ellen agitálsz. Milyen hatással van egy ilyen film vajon? Akadályozza az ilyen eljárásokat, mint amit itt az FSB kifejt a jövőre vonatkozóan? Mert kvázi leleplezi a működést, leleplezi azt, hogy az FSB szervez be a gyanútlan kölyköket, akik ellen aztán eljárást indít. Hát én azt hiszem, hogy nem igazán akadályozza az ilyen eljárásokat, mert ha le is lepleződik ez a működés, egy még jobb üzenet megfogalmazódik belőle, hogy bármikor megtörténhet veled is. És ez fontosabb üzenet, mint az, hogy az FSB az tényleges terroristákra vadászik, vagy sem. Az a fontos üzenet, hogy ez megtörténhet veled bármikor, ha bárki, bármilyen módon téged az államrenddel szembeni
ellenállásra, bármi nemű ellenállásra, akár agitációra próbál rávenni, akkor jelezzen a fejedben a jelzőhang, a sziréna, hogy a következő 25 évedet sittán fogod tölteni. Igen. Van az a jelenet, amikor a lánynak a nagybátyja vezeti az autót, ott ül benne az anyuka, és akkor magyarázza a nagybácsi, hogy hát köpjön, mondjon valamit a többiekre, mert ő ráfognak. Tehát az az ember, aki már abba szocializálódott, hogy gyerekek, itt téged el fognak ásni, tehát ez a rendszer le fog darálni, menj, ahogy menekülj, árulj be bárkit, csak te megmenekülj ebből. De ebben következettesek, akár az elmúlt évtizedekben, hogy aki köp, az menekül? Mert én attól tartok, hogy nem. Tehát, hogy van, aki, hát van aki szereplő, beköpi a többit, és utána ugyanúgy elbánnak igen, vele. Van az egyik szereplő, akinek vádalkut ajánlanak, aztán ugyanúgy lesittelik. Szóval, hogy így pontosan, amit mondasz, Robi, az van, hogy a rendszer azt üzeni, hogy annyira kegyetlenek vagyunk, hogy már gondolatbűn sem kell hozzá. Tehát nem is te akarsz szervezkedni a rendszer ellen, hanem mi csinálunk úgy, mint a szervezkednél, és még így is megszivatunk. Volt egy dramatizált, de valós történet, mi volt a címe, egy kisvárosi amerikai pedofilról szólt, és kérdezi itt a Robi, hogy milyen hatása lehet ennek a filmnek, hogy nézed azt az embert, aki egy ilyen templomi kórista, és egy egész családot csábít el, de ahogy az apukát, az anyukát is, a gyereket pedig átveri. És azt látod, hogy ez bárki lehetne. De leginkább Michael Jackson. Nem, ténylegesen a legátlagosabb fejű jelentéktelen figura. Uh-huh. És itt ez a Ruszlán D., ez egy a 20. vállalati informatikus csávó. Egy ilyen, ha én itt Hányinger szomelié minőségben volnék jelen, akkor azt mondanám, hogy ilyen Tomcat-szerű figura az én ízlésemnek megfelel, akinek nagyon imponál azt, hogy ő befolyással van, hogy ő a dolgok átlátását azt közzé tudja tenni, hogy én értem, hogy vannak a dolgok, különösen, hogyha szabad a gazda elven, mi előre megbeszéltük, hogy lesznek a dolgok, és szeretne ebben a szálak keverője minőségben mutatkozni, de amikor így megpillantod, akkor az a csáv, akit a dárcos kocsmában, hogyha nem tudom, nagy a tömeg a bárpultnál, akkor még simán félre könyökölsz, hogy te mondd be előbb a sörödet. És ez vezeti meg ezeket a szerencsétlen gyerekeket. Talán ezért is a szerencsétlen gyerekeket, mert nincs különösebb vonzereje, hanem egy kitartása van, és egy ilyen pszichopátiás akaratereje arra, hogy már pedig ő itt ezeket át fogja venni. Valójában bizonyítékokat gyárt ellenük, mert ez történik módszeresen, az FSB bizonyítékokat gyárt olyanok ellen, akik ártatlanok abban. Mert ha még nyomoznak. Mert ártatlanok, mert előbb van kész a vád, mint hogy akár a vádlottakat megtalálnák, előbb van kész az ügy, mint hogy akár csak jelentkeznének a vádlottak, már egy fölállították a kelepcét, pontosan tudják, hogy kik azok, akiket bele lehet terelni, még nincs meg a hús, de meg lesz. Majd az FSB fölhajtja. Majd Ruszlán D. ezt megoldja. Felmerül ugye ezekben a szerencsétlenekben és az ő védőikben, hogy ez egy kelepce, hogy itt valaki ellenük dolgozott, és hát elég gyorsan a Ruszlán D.-re terelődik a gyanújuk, mert egyébként mindenki más ben van a bőriben, az előzetesben, kivéve őt, és elkezdenek utána így kutatgatni, és van is egy tárgyalás, amire beidézik őt, és megpróbálnak valahogy a végére járni a dolgoknak, és ott mond a kihallgatáson, mond egy ilyet Ruszlán D., hogy lehet, hogy a forradalmárok egy része jó ember, de okosnak is kell lenniük. Aki nem okos, azt a természetes kiválasztódás kiszűri. Gondoljatok bele ebbe, hogy ez az ember milyen szinten pszichopata. Tehát, hogy azt mondta, hogy hát gyerekek, én meghülyítettelek titeket, megszívtátok, most meg fogtok halni. Ő vadállat szeretne lenni. Nektek vége az életeteknek. Aha. És de azért van, mert ügyetlenek voltatok. Igen, de tudod, ő valójában egy hiéna falkának az utolsó csahos hiénája, tudod. Nem egy tényleges ragadozó, nem egy oroszlán, tudod, aki a maga erejéből vadászik, hanem ő egy hatalmas szervezet, végrehajtó szervezetnek az egyik alkatrésze. Annyiban oroszlán, hogy orosz, és hogy ruszlán. Igen, de akkor viszont neked van igazad, akkor meggyőztél. A Hatalom markában című dokumentumfilmet ajánljuk a figyelmetekbe. A kérdésem úgy hangzik, hogy ez a film, ez vajon elveszi a hasonló kölykök kedvét attól, hogy
olyan bélyeggyűjtők a szakkörbe menjenek, ahol talán van köztünk olyan, aki nem is bélyeget akar gyűjteni? Hát lehet, hogy elveszi a kedvüket ettől. Lehet, hogy ezt a filmet, aki megnézi Oroszországban, Törökországban, Kínában, kétszer is meggondolja, mielőtt találkozik olyanokkal, akiknek a szándéka nem teljesen egyértelmű. Igen, de figyelj, de ott van az ugyanaz, tehát ebben a rendszerben az egyik orosz ember az a Putyin, meg a Ruszlandé, tehát akik így darálják az embereket, de ugyanott van, ugyanez az orosz ember, aki a filmben is szerepel, Kosztilenko, vagy hogy hívják, Kostya, aki egy ilyen emberi jogi, nem tudom, jogvédő, akit szintén letartóztatnak, aki lazán, pontosan tudja, hogy le fogják tartóztatni, mert hogy ebben a rendszerben ez így működik, és pontosan tudja, hogy börtönbe fog menni, annak ellenére, hogy soha semmi rosszat nem csinált. Ránézel és látod, hogy a jó gyerek. Tehát nem, így rá van írva a fejére, hogy a jó ember. És megy a bőribe. Vagy ott van Navalnyi, akinek érted, novicsokot kentek az alsó gatyájára, amitől majdnem meghalt, kómába esett, és amikor Németországba felébredt, azt mondta, hogy hazamegyek Oroszországba, mert én orosz vagyok, mert én Oroszországban élek. Ott vissza akarom család, venni az országomat. És visszamegyek, és nem hagyom. És aztán bevágták a bőribe, és nincsenek illúzióim arról, hogy ott milyen állapotok vannak, és hogy bánnak vele, és ő is orosz. Tehát az, hogy ezek az emberek, a filmben többször is látunk tüntetéseket, egy olyan országban, ahol mindenféle tüntetésben van most már tiltva, és kimennek, és tüntetnek. Még egy kérdés föl kell, hogy tegyek. Tehát ha úgy hangzik a kérdés, hogy ez elveszi-e a hasonló kölykök kedvét, az ártatlan kölykök kedvét, a bélyeget gyűjteni, vagy gördeszkázni akaró kölykök kedvét attól, hogy bérelt lakásokon mindenféle gyanús iratokat aláírjanak, meg találkozgassanak olyanokkal, akik nem teljesen egyértelmű, hogy bélyeget gyűjteni, vagy gördeszkázni akarnak, nyilván elveszi a kölykök kedvét ettől. Hatékonyan elveszi a kölykök kedvét ettől, és nem is baj. Ilyen szempontból nagyon hasznos a film. De még egy fontos kérdés. A tényleges ellenállókét elveszi-e? Vagy éppen felkelti? Na ez egy sokkal jobb kérdés. Azokét, akik tényleg veszélyeztetik, akik tényleg fenyegethetik ezt a rendszert, akik tényleg ellenállást fejthetnek ki Putyin rendszerével szemben, akiket ténylegesen a vádlottak padjára szánna Putyin, ha megtalálná őket, vagy elkapná őket, csak éppen olyanokra vadászik, akikből majd legyártja ezeket, de nyilván ilyenek is vannak. Na ez a fontos kérdés, hogy egy ilyen ügy, egy ilyen koncepciós per ártatlanokkal szemben, ez elveszi a tényleges ellenállóknak a kedvét a szervezkedéstől, vagy éppen meghozza? Nyilván nem. Én ráadásul még azt is hozzátenném, hogy van például az anyuka. Az anyuka az egy ilyen, ahogy elképzelsz, egy teljesen átlagos orosz nőt. Semmi. De a helyzet kihozza belőle azt a kőkemény ellenállást, hogy nem adja fel, megy, mint a buldog, és mindenhol ott van a kis táblájával, és folyamatosan újra, meg újra, meg újra. A gyerekéért. Megmondják neki, hogy még egyszer csinálja, őt is le fogják tartóztatni, és megint kimegy a kis táblájával. Igen, a gyerekéért, de valójában ez a tényleg kegyetlen, könyörtelen rendszer, ez kitermeli ezt a kőkemény ellenállást. Aztán az oroszokból. Megtörik elég rendesen. Az oroszokból. A magyarokból nem. Igen, igen. De milyen ez, hogy beszéltek a tényleges ellenállókról? Én reménykedem bennük, de miközben ezt az ügyet a Ruszlandénak a ráhatásával, meg ezekkel a bekamerázott lakásokkal, ezt nem a tényleges ellenállókon prezentálják. Az vajon elérhetetlen, vagy az úgy túl nehéz ügy lenne, vagy ők túl jó példa lennének arra mondani valóra, aminek ők az ellenkezőjét akarják prezentálni, ők kitartanának a bíróság előtt. Nem olyan könnyű ám elkapni olyanokat, akiket nem maga az FSB szervez meg. Egy bérelt és általa bekamerázott és bepoloskázott lakásba. Hát tudod, ez most felállítani egy csapdát, amiben hülye gyerekek belesétálnak és aztán besöpörni őket a börtönbe, ez nem egy különösebben nagy titkos
titkosszolgálati manőver. Hát, most ehhez képest olyanokat, akik meg tényleg titokban találkoznak, és nincs köztük FSB ügynök, nem egy bekamerázott, mikrofonozott helyen találkoznak, hát nyilván nehezebb elkapni, nyilván nehezebb felgöngyölíteni, ennek megfelelően hát ők szabadlábon vannak, ha elkapják őket, és ha tényleg elkapják őket, nem is olyan jó üzenet kifelé, ha tényleges ellenállókat sittelsz le, legfeljebb az ellenállóknak tudsz üzenni ezzel. A kisembernek, a középosztálynak, annak, akivel az igazi elszámolni vagy leszámolni való van, akik az igazi fenyegetést jelentik, idézzük csak ide, az ötödik pecsétből a civil ruhásnak, a Latinovics által játszott civil ruhás hungaristának a mondását. Nem a tényleges terroristák, tényleges ellenállók, tényleges bombákat robbantók, a minket fegyveresen fenyegetők az igazi kihívás, hanem a kisember, aki az otthonában döglik, zabál, és közben a bajsza alatt elmormogja, hogy mi gyilkosok vagyunk, meg gazemberek vagyunk. Nekünk velük van dolgunk. Na most az a helyzet, hogy a The New Greatest Case című film, az ahhoz tartozó ügy, aminek azért ez a címe, mert a Oroszország újra nagyjátételét megszervező föld alatti mozgalmat gyártanak le, majd lepleznek le, majd sittelnek le. Ez az eset, ez pont arról szól, hogy itt nem a szervezett ellenállással, nem a rendszer tényleges ellenségeivel kell leszámolni, hanem üzenetet kell küldeni az orosz kisembernek, hogy bármelyik percben, hogyha az orosz titkosszolgálat, hogyha a Kreml úgy dönt, belőlük a rendszer ellensége és a rendszernek a fogja lesz, és akkor már semmit nem tehetnek ez ellen. Ez a fontos üzenet. Nem a tényleges, az államrend tényleges veszélyeztetőinek üzennek ezzel, hanem mindannyiunknak. Ez az üzenet mindenkinek szól, aki adott esetben egy autoriter rezsimben él, és az az autoriter rezsim ezen a pályán vezet valahova, tudjuk hova, mert jártunk ott a 20. században. Az autoriter rendszerek meggyőződésem szerint kevésbé hatékonyak és kevésbé versenyképesek, mint a szabadságra épülő rendszerek, és ezt alapozom én arra, hogy amely rendszerekben elfogadják az emberek külön véleményét, az emberek másságát, ideológiai, vagy akármilyen másságát, azokban a rendszerekben az emberek biztonságban érzik magukat, és többet tesznek a közösben. Magukénak érzik a rendszert, ahol őket elfogadják, ott dolgoznak azért a rendszerért, akár azért is, hogy az úgy maradjon. Míg az autoriter rendszerekben igazából nagyon szűk elit szokott lenni, akinek jól megy, de ott is a rettegés működik, tehát ott is bármikor kieshetsz ugye az ablakon, vagy kieshetsz, kicsúszhatsz a körből. Tehát ott sem az megy, hogy a közös szekér menjen jól, hanem az én kis gesztenyémet kaparjam ki. És ami elnyomásra és félelemre épül rendszer, ott nem fogsz akkora energiával dolgozni a közösért, a túlélésért fogsz dolgozni, a megmenekülésért fogsz dolgozni, és ez látszik az orosz hadsereg állapotán, amikor azt mondják, hogy nem erről volt szó, nem így nézett ki a statisztika. Putyin elé is hazugságok kerültek. Ő olyan adatok, számok alapján indította az offenzíváját, amik nem valódiak, mert már neki is hazudnak, mert mindent szétloptak, és nem merik már, senki nem kommunikál semmit őszintén, mindenki csak túlélni, megúszni próbál, megbólogatni, meg ha azt mondja, hogy így lesz, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, és ezért rossz döntést hoz a rendszer. Szerintem a döntő különbség a szabadságra épülő, meg az elnyomásra épülő rendszerek közt, hogy a szabadságra épülő rendszerekben a szabad gondolatok és szabad vélemények szelekciója tud megvalósulni, és ezáltal a válaszok egyre versenyképesebbek lesznek. Tehát van egy jótékony verseny. Hát a gondolatok, a válaszok. Meg önkorrekcióra való képessége, igen, van ezeknek a rendszereknek, igen, tudnak irányt váltani. Igen. Míg a fölülről diktált autoriter rendszerekben a fölülről gyakorolt
hivatalos álláspont kontraszelekciója valósul meg. Hát ez az álláspont megkérdőjelezhetetlen. Mert a tekintélyhez tartozik, és hogyha ez megváltozik, akkor a tekintély csorbul. Tehát a tekintély, a cél és a vélemény az eszköz. Tehát a vélemény, meg az álláspont, meg a gondolat van alárendelve a tekintélynek. Ilyen módon a gondolat és a vélemény nem tud evolválódni, hanem az a hatalomnak tulajdonképpen a bástyája, a pillére, meg a fascisza, a jelvénye, ami változtathatatlan, és ezáltal kontraszelektált. Ezáltal nem versenyképes, nem tud olyan módon alkalmazkodó képes lenni a kihívásokhoz, mint a szabad társadalmakban. De nem csak ez van, hanem még az is van, hogy ahol egyszemélyi döntési struktúrák vagy hierarchiák épülnek ki, ahol mindenki a vezér gondolatát, szavát, döntését lesi, vagy parancsát, ott ugye azért felmerül az, hogy érthet-e egy ember mindenhez. Mert én el tudom képzelni, hogy Putyin is, meg Orbán Viktor is olyan polihisztor, aki nagyon sok mindenhez ért, de mindenhez biztosan nem. És nem fog tudni mindig minden esetben, nem fogja tudni mindig a legjobb döntést hozni. És azokban a társadalmakban, ahol viták érlelnek ki egy-egy döntést, lehet, hogy lassabb bizonyos esetekben a döntési mechanizmus, döntéshozatali mechanizmus, lehet, hogy lassabb, viszont a végén nagyobb valószínűséggel van jó eredmény. Lehet, hogy egy háborúban fontos az, hogy hirtelen tudjon, vagy egy válsághelyzetben hirtelen tudjon valaki egy gondolatra, vagy egy elvre felfűzött döntést hozni, de még ott sem biztos, hogy mindig jól fog dönteni, de amikor békeidőben, meg aztán végképp biztos, hogy káros és kevéssé hatékony, és mégis e felé gravitálnak a rendszerek, mert azok az emberek, akik a hatalmat maguk alá akarják gyűrni, azok ebbe elképesztően nagy energiát tesznek, míg azok az emberek, akiket ez nem érdekel, azok hagyják, hogy ez velük megtörténjen, és ezúton mindenkit arra buzdítok, hogy folyamatosan vegyen részt a politikában, a közügyeinek intézésében, az őt érintő kérdésekben, szólaljon fel, legyen véleménye, és merje kimondani, mert minél kevésbé foglalkozol vele, később annál jobban fog fájni, amikor ezt elveszik tőled. A Hatalom markában című döbbenetes dokumentumfilmet a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében tekinthetitek meg a Mamut moziban jövő szerdán 11-től, jövő csütörtökön 13:30-tól, jövő szombaton 14:30-tól, és jövő vasárnap 18:45-től. Tehát jövő héten szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is vetíti a Mamut mozi a The New Greatness Case, a Hatalom markában című dokumentumfilmet, amit én nagyon ajánlok nektek, és nagyon melegen javaslom, hogy tekintsétek meg, mert a törékeny biztonságérzeteteket fogja megrendíteni, és ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon nagy baj lesz. Azt hiszem, hogy mindenkire ráfér az, hogy szembesüljön a realitással és a kilátásokkal, amelyek Oroszország árnyékában fenyegetik. A Navalnyi említése kapcsán is eszembe jutott ez, de egyébként a film közben is átéltem egy kérdést a menekülésnek a lélektanáról, hogy ti például egy házi őrizetből menekülnétek-e? Én gondolkodtam rajta, és elmondom, mire jutottam ott. Ott van például a híradóban azt a táblát feltartó híradós orosz nő, akit letartóztattak, házi őrizetbe került, és Németországba szökött. Neki ugye már idézőjelben bűne volt, bizonyíték volt ellene, és ő tényleg tett valamit, hogy az bűn vagy nem bűn, az egy dolog, de legalább tett. Tehát legalább tett. Itt ezek viszont ártatlanok, és én attól tartok, hogy egy olyan szituációban, amikor egyébként csak az akaratom tart vissza attól, hogy elmeneküljek, és megpróbáljam az országot elhagyni, ami államként üldöz engem, én ha ártatlan volnék, akkor nem tudnék elmenekülni, mert az lenne az érzésem, hogy a szökésem lesz az első tett, ami tényleg bűnössé tesz ezzel az üggyel kapcsolatban, és én tiszta akarok maradni, és úgy sétálnék be a legjobb reménnyel a következő húsdarálóban, meg a következő késsor alá, mint a bárány. Épp az imént említetted Tomcatet, hát ő maga a házi őrizetből szökött külföldre, hogy ártatlanul, vagy azért bizonyos
sikeres kanadai programozóról beszélünk. Megalapozott vádakkal a nyakában, hát ezt én nem tudom megállapítani, mert nem látok bele ebbe, de hogy minden esetre, hát ő nyugatra szökött, és hát azóta is a nyugati liberális demokráciák ellen küzd, harcol a maga szerény eszközeivel, de érdekes, azért minden esetre különös, hogy nem Oroszországba szökött. Pedig Oroszország az egy annyira... Baráti hely. Igen, és egy annyira... A földi paradicsom, ahova ezek az emberek vágynak. A régi idők szilaj erejét sugárzó büszke nemzet.